Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Király Tamás, és folytatjuk azt a sorozatot, amelyben a magyar belpolitikai élet szereplőivel beszélgetünk a közelgő választásokról. No meg, mivel eredetileg külpolitikai csatorna vagyunk, ezért természetesen külpolitikáról is. Az Ultrahang stúdiójában Türmer Gyula, a munkáspárt elnöke. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a kívásunkat. Meg is. Na, gyorsan tudjuk le a politikai, belpolitikai részét, indulnak az EP választáson? Természetesen indulunk júniusban, mind az európai parlamenti választáson, mind az önkormányzati választásokon. Van mondani valónk, el kell mondani. Ki lesz az európai parlamenti lista vezetőjük? Hát nézzem, mint minden párt megpróbálunk húzó személyiséget találni. Ma a munkáspárban szerény személyem a legismertebb, tehát mindenképpen én be fogom a listát vezetni, de a második, harmadik helyen olyan fiatalok lesznek, akik ha bekerülnek az Európai Parlamentbe, akkor sok jót fognak tudni Magyarországnak is tenni. Ők szintén a munkáspárt tagjai, vagy kívülről választottak emberek? Munkáspárti emberek, igen. De fiatalok, valamilyen társadalmi rétegnek a képviselői, vannak közöttük munkások, vannak közöttük cukrász, van közöttük vállalkozó, van közöttük önkormányzati emberek. Tehát mi azokat a rétegeket szeretném megszólaltatni, akik ma nincsenek ott az Európai Parlament. Én elég gyakran járok Brüsszelbe, és ott egy más világ van, ott nincsenek ilyen emberek. Reméljük, hogy most lesznek. Azt mondta, hogy van mondani valójuk. Mi a fő üzenetük az EP választáson? Hát nézzél, én azt mondom, hogy az Európai Parlament, mint egy intézmény, az nem rossz dolog, meg az Európai Unió se rossz dolog, csak ez olyan tudja, hogy mikor egy számítógép már, hogy nem működik, akkor el kell azon gondolkodni, lehet, hogy a szoftvert, az operációs rendszert kell cserélni. Szerintünk az a baj az Európai Unióban és az Európai Parlamentben is, hogy egy rossz rendszer működik benne. Ez a pénzre, a tőkére épül. Mi pedig a népek, az emberek érdekeit szeretnénk, mint operációs rendszert bevéni. Tehát legyen egy szoftvercsere. De akkor itt már rögtön beszélhetünk is külpolitikáról, hogy hát azért az Európai Unió mégiscsak a tőke alapján fogant a szén és acél közösségnek a közösségeként. Ki lehet ezt cserélni? Tehát nem az van, hogy maga a szoftver arra a hardverre lett tervezve, és ezt lehetetlen kicserélni? Hát nézze, az Európai Unióban nagyon sok jó történt, tehát ha elmegy bárhova Nyugat-Európába, azt látja, hogy szép országok vannak, építenek, fejlődés van, és sok minden más. Ez kár lenne kidobni. Tehát az ipar fejlődését, a gyárakat, a bankokat, azt nem kidobni kell, hanem megváltoztatni. Az Európai Unió teremtett egy modellt az európai országok együttműködésére, de tudjuk, hogy az a modell, amiben a tőke a döntő, az nem jó. Hát legyen egy olyan modell, ami felhasználja az intézményeket, a házakat, az épületeket, a vasutakat és minden más, de a népek, a dolgozók javára. Ugye, ha nem a tőkénél van, akkor kinél van, mert van az államosítás fogalma, és akkor lenne az uniósítás is, vagy hogyan valósulna ez meg? Nem hiszem, hogy azt kellene csinálni. Mi a jövőt abban látjuk, hogy a társadalomé legyen az, ami a társadalom érdekeit szolgálja. Ezt hogy lehet megvalósítani? Hát nagyon egyszerűen a társadalomnak kell a tulajdonába venni. Erre többféle módszer lehet. Van, amikor belátják a mai világ urai, hogy talán jobb lenne, hogyha nem egy-két magántőkés kezében lenne. Hát ez megtörtént már a vasutak esetében, a hadipar esetében és sok minden másban. Egy vasút a magánkézben van, abból előbb-utóbb balesetek tömkelege az égeredmény, ahogy ezt Angliában láttuk. Tehát az szolgálja a társadalom érdekét. A kórház ne legyen magánkézben, mert a kórházak az egészségügy minden ember érdekét szolgálja. Na most, ha nem akarja adni a tőkés a kórházát, a gyárát, a bankát, akkor kell a népnek megszólalni a választáson, és más módon is. Én ezt elméletben értem, de gyakorlatban nem látom, hogy hogyan valósulhatna meg. Mondjuk vegyünk egy példát, hogy van egy közlekedési vállalat, ami magánkézben van. Egyébként sok esetben talán a magánkézben lévő vállalatok színvonalasabbak is a közlekedés területén, mint például az állami vállalatok. De mondjuk az, hogy magánkézben van. És akkor a nép úgy dönt, hogy az neki kell. Akkor azt hogyan tudja megszerezni? Hát nézd, vannak egyszerűbb esetek, meg mondjuk a mai rendszerben jobban illő eset, tételezzük fel, hogy valamelyik országban olyan párt, olyan politikai erő győz, ami nem a tőkét, hanem nép érdekeit képviseli. Hát volt erre már példa, akkor azt mondja, hogy államosítjuk. Államosítani lehet úgy, hogy elveszem, és lehet államosítani úgy, hogy megvásárolom. Ugye Magyarországon erre már történt lépés,
ez még nem a szocializmus, amit az Orbán kormány bevezet, de kétségtelen tény, hogy államosítottak sok dolgot. Azért természetesen fizettek. És reméljük, hogy előbb-utóbb a Liszt Ferenc repülőtér is állami tulajdonba kerül, mert ami van, a magántőke eredményeként az a kupleráj Budapesten. Akkor a Liszt Ferenc repülőtér államosításával egyetértenek például? Én mindenképpen egyetértenék. Hát ez Magyarország kapuja, Magyarországban egy bejáró, és hát jelenleg inkább szégyen volt, mint sem egy dicsőség. Ugye azok, akik az államosítással kapcsolatban szkeptikusak, vagy akár berzenkednek tőle, ugye a történelmi tapasztalatok miatt teszik ezt, hiszen azt mondják, hogy hát, ha egy vállalatot az ország érdekében lehet államosítani, akkor mi a garancia arra, hogy a mi egyének magántulajdonait nem államosítják, tehát nem lesz egyszer csak állami tulajdonban az autónk, házunk, stb. Erre mi a válasz a munkáspárt? De vállalat, nem egyformák a vállalatok. Ugye az igazán óriási vállalatoknak azért kell társadalmi tulajdonban, állami tulajdonban lenni, mert a társadalom egészének érdekét fejezi ki. Most erre a legjobb példa ugye a Kínai Népköztársaság. Ahol azt mondja, hogy igen, van egy nagy óriás vállalat, de még nagyobb lesz, és még jobb lesz, hogyha az állam ebbe beleszáll, és segíti ennek az érvényesülését. Tehát a vegyes tulajdonok olyan formái jöhetnek létre, amit mi itt Magyarországon még nem ismerünk. Tehát az államosítás nem azt jelenti, amit sokan mondják, hogy a fodrászüzlettől kezdve a kávéházon keresztül a hadipar üzemekig minden állami tulajdonban legyen. A stratégiai ágazatoknak, ami mindannyiunkat szolgál, egészségügy, oktatás, sok minden más, annak kell állami tulajdonban lenni. Ugye Kínát említett, és erről részletesen is beszélhetnénk egyrészt, mert tudom, hogy az elnök úr nagyon mélyen ismeri a kínai társadalmat, másrészt mostanában nagyon sok vita van ezzel kapcsolatban. Ugye talán ami különbség a kínai társadalomhoz és a magyar társadalomhoz képest, hogy míg a kínai társadalom az egy közösség központú, és a közösség van előtérbe helyezve, addig a magyar társadalom azért hagyományosan talán jobban az egyénben gondolkodik, bár kétségtelen, hogy talán nyugaton még inkább individualistábbak a társadalmak. De az nagy kérdés, hogy amikor arról beszélünk, ami Kínában van, hogy a közösségi érdekek irányítják a gazdaságot, hogy ott például valójában hogyan alakulnak a gazdagodási szintek, mert egy kicsit az az érzet van, hogy a nagyvárosokban nagyon gazdag emberek vannak, luxusautókkal ismerjük ezeket, de a vidéken ugyanúgy éhezés van, szegénység van, és hogy nagyon sokszor például hiába, hogy az állam nagyobb szerepet vállal a gazdaságban, ugyanúgy vagyoni különbségek vannak, és nagyon sok esetben nagyon komoly leszakadás és nélkülözés. Hát nézze, amikor a Mao halála után Deng Xiaoping visszajött, akkor egy új korszakot nyitott. Ugye 78-ban Kádár János is kint volt, és Deng Xiaopingnel találkozott, és akkor elmondta Kádárnak azt, hogy a szocializmus nem arról szól, hogy szegény emberek társadalma legyünk. Hát, és az nem elég, hogy csak mindenkinek adunk egy tárist, arra kell egy kis húst is tenni, meg zöldséget, meg jólétet, és sok minden más. És Kádár az értette, mert mindig azt mondta, hogy az jó, amit a kubaiak mondanak, hogy szocializmus vagy halál, de hát azért kell néha kenyeret adni az embereknek, meg időnként egy kis vajat is rá. És a kínaiak felfedezték azt, hogy igen, hogy lehet a magántőkét is úgy fejleszteni, hogy közben az a társadalom érdekét is szolgál. És mivel a magántőke hatékonyabbnak bizonyult, azért engedték. De a nagy társadalmi folyamatokat, az árakat, a stratégiai arányokat, és a legmeghatározott területeket az egészségügytől kezdve a adaiparig, azt meg nem engedték át. Abban mindig az állam dönt. És ebben a kettőben tudnak együttműködni. És van persze egy politikai része, és a politikai hatalomba nem engedik be a nagy tőkét. Tehát a kínai és a kormány... politika sem vesz részt a nagy tőke világában? A kínai vezetésben nincsenek nagy tőkések, mint ahogy sok más országban van. És a kínaiak megvalósították azt, amit megígértek az embereknek. Az igaz, amit mond, hogy van gazdag és szegény, de minden kínai elmondhatja, hogy ma jobban élek, mint tegnap éltem, és tudom, biztos vagyok benne, mert ez garantálják nekem, hogy holnap még jobban fogok élni, mint ma. Ugyanez például Európáról, Magyarországról nem mondható el? Hát Magyarországon élve én azt mondanám, hogy ez így nem mondható el. Tehát a társadalom jelentős része valóban jobban élnek, de hát azért nagyon sok ember ezt nem mondhatja el semmiképpen magáról. Magyarországon az elmúlt mondjuk
20 évnek a nyertese, vagy talán 30 évnek a nyertese, a középosztálynak egy jelentős része, amivel még együtt is lehetne érteni, hát ez az Orbán kormány politikája. De hát nem csak középosztálya. Érdekes, hogy ezt mondja egyébként, mert általában mindig az a kritika az Orbán kormánnyal kapcsolatban, hogy a középosztályt nem megfelelően erősíti meg, és inkább más társadalmi rétegeknek nyújt szolgáltatásokat, vagy perspektívát, akár a felső osztálynak, tehát az úgymond tőkéseknek, illetve egyébként a, ugye most itt az akkumulátorgyártak gyárak multik kapcsán pont az van, hogy valahogy a munkás osztály az, aminek az érdekeit nézi az Orbán kormány akkor, amikor különböző nagy gyárakat, multikat hoz be az országba. A középosztály fejlesztése társadalomban mindig abból indul ki, hogy a középosztály az elfogadja azt, hogy vannak fölötte milliárdosok és nagyon gazdagok, és eltűri annak a hatalmát, elviseli azt, hogy azok több támogatást kapnak, mint mások. És ugyanakkor meg nem engedi, hogy az alsóbb rétegek, akik elégedetlenek, akik csórók, szegények, kiszolgáltatottak, hogy azok érvényesítsék az érdekeiket. Hát nagyjából ez van ma Magyarországon. Tehát egészen biztos, hogy itt több százezer ember, meg talán egy 2-3 millió ember, aki Magyarország szegényebb részeiben él, nem fogja tudni az érdekeit érvényesíteni. De okos az a politika, mert azt mondja, hogy nekik is kell adni. És addig kell adni, amíg kér a nép, ezt Petőfitől már megtanultuk, mert ha már nem kér, hanem vesz, ragad, akkor abból akkor baj van. Most Magyarországon szerintem az a kérdés, hogy az Orbán kormány megtette azt, hogy adunk az ember, köztük a munkásoknak is. A kérdés az, hogy mennyire tellik majd a államkincstárból, mire van pénz, és mikor ér véget ez a pénz. Sok kritika írja a munkáspártot azzal kapcsolatban egyébként, hogy inkább a Fidesz felé tendálnak, mint az úgynevezett ellenzéki pártok irányába, tehát hogy ügyek mentén azért ön is több esetben, mintha jobban kapcsolódna a jelenlegi kormánypárthoz, mint az ellenzékhez. Mi ennek az oka? Hát nézd, nekünk van egy nagyon egyszerű elvünk. Mi azt mondjuk, hogy nem pártokat, meg személyeket nézünk. Tehát ha valaki azt mondja, hogy építsünk egy hidat, fejlesztjük az országot, hozzuk helyre a régi épületeket, akkor azt mondjuk, ez helyes, ezt meg kell szavazni. És mindegy, hogy ki javasolja ezt. De ha valaki azt mondja, hogy romboljuk le azt, ami értéknek tekintjük, hogy verjük szét ezt az országot, adjuk el a külföldnek, vegyünk el a dolgozó embertől, tegyük őt még szegényebbé, erre meg azt mondjuk, hogy nem. Akárki is mondja ezt. Ma én azt mondom, hogy a konzervatív kormány minden hibája és ellentmondása ellenére többet épít, többet alkot, mint a korábbi liberális kormányok. Hát adja Isten, hogy a liberálisok változtassanak ezen, de hát ugye én itt Budapesten élvén azt látom, hogy hiába van liberális önkormányzat, itt egyre rosszabbak a viszonyok. És volt most itt egy külföldi delegáció nálunk, konferencia, és hát néha az ember úgy szégyenkezve mutatta meg a Rákóczi utat, a Kossuth-Lajos utcát, hogy azt gondolták, hogy ez egy ilyen harckocsi próbaút, és nem a városnak a központjában lévő út. Tehát sorolhatnánk, hogy mi mindenben. Tehát mi nem Fidesz támogatunk, nem DK-t támogatunk, mi jó ügyeket támogatunk, ami az embereknek és a népnek jó. Akkor itt adódik a kérdés, hogy lesz-e a munkáspártnak főpolgármester jelöltje Budapesten? Nem lesz, nem lesz. Próbálkoztunk ezzel a feladattal. Egyrészt rendkívül nehéz polgármester jelöltet indítani. Nagyon sok ajánlást kell összegyűjteni. Ez a mai nagyon megosztott társadalmi viszonyok között gyakorlatilag lehetetlen. És ha történne is egy csoda, és meg lenne a jelöltünk, egészen biztos, hogy nem tudnánk ebbe a csatába beleszólni. Mi másra törekszünk Budapesten. Budapesti kerületek közül körülbelül 5-ben lesz munkáspárti polgármester jelölt. Azért az nem kicsi teljesítmény. Másrészt, ha ez meg lesz, akkor lesz budapesti listánk. Tehát a budapesti politikában mindenképpen szeretnénk beleszólni, és itt is van számos ötletünk, amivel ezt a várost szebbé, jobbá, élhetőbbé,
emberibbé lehetne tenni. És akkor például, ha a főpolgármester választáson megkérdezik önöktől a munkáspárt tagjai szimpatizánsai, hogy oké, akkor kire szavazzunk, akkor van olyan, akit esetleg, ugye nem ismerjük még az összes jelöltet, de hát Karácsony Gergely biztos, hogy indul, Vitézi Dávid nevét lehet hallani, és várhatóan a Fidesznek is lesz jelöltje, hogy a Mi Hazánknak van jelöltje, a Jobbiknak van jelöltje, szóval van olyan, akit ezek közül tudnak támogatni? Mivel nem ismerünk még mindenkit, azért nagyon nehéz megmondani. Egyet biztosan lehetek, és mindenkinek el is mondom őszintén, Karácsony Gergelyt biztosan nem szeretnénk se újabb 5 évre, se újabb 1 évre itt látni. Ha 5 évre máshol szeretnénk látni, de az már a bíróság ügye. Hova szeretnék látni? Van valami folyamatban lévő ügy? Nézd, én azt gondolom, hogy rengeteg olyan ügy van a Lánchídtól kezdve az egyéb visszaélésekig, ahol el kellene számoltatni Budapest város vezetését. A pénzről, a politikai szándékok igazságáról, arról, hogy egyáltalán mit tettek erre a város. Tehát tarthatatlan az a helyzet, hogy minden nap az ember érzi, hogy gond van és probléma van, de ugyanakkor nem történik semmi. Tehát a Üllői utat föl lehet oszlopozni, ugye, és lehet a város forgalmát akadályozni, és hiába tiltakoznak az emberek. Hiába, hát egyszerűen nem történik semmi. Hát el kell jönni annak az időnek, hogy rend legyen, és az emberek akarata érvényesüljön. Szövetségi politikáról kérdezném még így a belpolitikához, és aztán tényleg ugorhatunk a külpolitikára, de ugye 2022-ben az ISZOM-mal közösen indultak az országgyűlési választáson. Most lesz-e összefogás más pártokkal? Hát nézd, a magyar társadalomnak van egy sajátossága, ezt ön is tudja. A liberális és a konzervatív oldal 2 részre osztotta ezt az országot. És ugye lassanként ez már egy ilyen vallási háborúvá válik, amit ugye az ellenzék még fokoz is. Tehát itt már nem egy politikai harc lesz a választásokon, hanem egy ilyen szellemi politikai polgárháború. Ebben nem fér bele az, hogy bárhonnan leszakadjanak olyan erők, amelyek egy harmadik tényezővel együtt tudnának működni. Mivel a kettővel mi nem akarunk együttműködni, ezért nekünk egy harmadik utat kell ajánlani. 2022-ben úgy tűnt, hogy az ISZOM erre képes és eszmei alapon is együtt tudunk működni. Hát a gyakorlat úgy hozta, hogy nem tudták teljesíteni azt, amit vállaltak. Ez egy konfliktussal teli elvállás volt, vagy pusztán nem működött? Hát nem, de tiszta megállapodásunk volt, mi nem tudunk 71 jelöltet állítani, azért kötünk szövetséget. Mi tudunk 27-et, azt ha esik, ha fúj, meg fogjuk tenni, ők vállalták a többit. Mi megcsináltuk a 27-et, ők meg nem csinálták meg a saját feladatukat. Tehát egyszerűen technikai okok miatt erre nincs mód. Én azt mondom, hogy ma nem is kell a munkáspárt harmadik utasprogramját tovább hígítani, nincs is kivel. Mi inkább azon törjük a fejünket, hogy nagy kérdésekben hogyan találnánk partnereket, és azért nagyon örülök, hogy az elmúlt 1,5 évben létrehoztuk a Fórum a Békéért elnevezési mozgalmat, ahol nem csak munkáspárt van, hanem egyszerűen békeszerető magyar emberek, legkülönbözőbb vallású és felfogású szervezete. A Békéért bárkivel együttműködünk. Na akkor beszéljünk a békének a kérdéséről, meg az orosz-ukrán kérdésről. Ugye elnök úrral többször beszélgettünk már többek között arról, hogy ő hogyan viszonyul az orosz-ukrán háborúhoz, hogy látja. Ugye most már több mint 2 éve tart ez a háború. Azt látjuk, hogy a fronton túl van egy új front, csak ha az elmúlt napokat nézzük, akkor egy ilyen őrült fegyverkezésbe kezdenek európai népei, egy ilyen háborús hangulatot sugallnak, és nem úgy tűnik, mintha itt akár diplomáciailag le akarnák zárni ezt a konfliktust. Ön szerint milyen irányba haladunk? De én azt gondolom, hogy a mai világban van 2 alapvető probléma, ami egymással összefügg. Az elsőt nem akarják elismerni, ez pedig a kapitalizmus válsága. Hát főleg látjuk ezt az európai kapitalizmusnál, nem hatékony, visszaesik a munkatermelékenysége, a társadalmak szétesnek, szétzuhannak, erre még rárakodnak ugye a kelet-nyugati viták, tehát van egy unió, de ezen belül ugye a nyugatiak ölik, a magyar vezetést ölik, a lengyeleket ölik, a többieket, van egy szellemi vita, van egy erkölcsi vita, hogy mi a gender, mi a család, és sorolhatnám tovább. És
Ugye ehhez még hozzájön egy olyan súlyos probléma, mint a migráció, amiről azt gondolta a kapitalizmus, hogy na ez egy megoldás jelent. Valóságban az történik, ami annak idején Amerikában. Amerikaiak bevitték a rengeteg négert rabszolgának ugye Amerikában, aztán utána rádöbbentek, hogy ezek a négerek beilleszkednek a társadalomba, előbb-utóbb jogokat akarnak, és előbb-utóbb átveszik a vezetést, és Amerika története tragédiák sorát produkálta. Ennek mi már a kezdetén vagyunk. Na most ebből fakad a másik probléma, a fegyverkezés és a háború. A nyugat úgy gondolja, hogy háborúval lehet ezt a problémát levezetni. Ez az Európai Unió már 30 évvel ezelőtt tönkrement volna. De akkor úgy gondolták, hogy na akkor nyitunk. És ugye amit Napóleon megtett annak idején, hogy azt mondta, hogy előbb a francia határokig érvényesítem a gazdasági érdekeimet, de aztán rájött arra, hogy inkább próbáljam meg tovább. És meg is csinálta. Az Európai Unió kibővítése, Magyarország és a többiek felvétele ezt szolgálta. Csak hát eljutottak oda, ahova Napóleon is eljutott, meg később Hitler is, hogy beleütköznek Oroszországba. Ott más érdekek vannak, innen tovább már csak háborúban menne. Igen ám, de hát egy mai háború az elvezethet a nukleáris háborúhoz. Azt teljesen lehetetlen lett volna, hogy Oroszországot is Európába integrálják? Kérdezem ezt azért is, mert pont Stier Gábor kollégánk ugye Putyintól azt kérdezte, hogy hova tartozónak vallja Oroszországot, és Putyin azt mondta, hogy hát alapvetően Oroszország a keresztény világnak a részé, tehát hogy ezer kapcsolódási pont lehetne, és voltak is erre törekvések, hogy Oroszország az Európai Unió, vagy az európai gondolkodás részévé váljon. Hát nézd, ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy a nyugat integrálhatja Oroszországot Európába, erre azt mondom, hogy nem. Azért nem, mert itt kettő együttműködése döntheti el azt, hogy Európa... De mintha Oroszország részéről is lett volna ilyen szándék. Hogy Oroszország és Európa talál-e olyan közös pontokat, amiben tud működni. Erre van történelmi példa. A 19. században a poroszok, az osztrákok és a orosz cár tökéletesen együtt tudtak működni a három császár szövetségével. Ugye a 1878-ban a berlini kongresszuson Andrássy Gyula is remek teljesítményt adott, meg tudtak állapodni arról, hogy a széteső török birodalomnak mi legyen a sorsa, és országokat szültek, mint Románia, Bulgária, és így tovább. Aztán utána ez abba maradt, a nyugat váltott, és neki mentek Oroszországnak. Ugye a két világháború között szintén volt rá példa. Most de hadd kérdezzük, hogy nem azért váltott a nyugat, mert Oroszország nem bizonyult megbízható szövetségesnek és megbízható partnernek? Én nem hiszem, Oroszország mindig kisegítette a nyugatot. Tehát amikor Napóleonnal szembe valamit kellett tenni, akkor az orosz hadseregek jöttek Európába. Amikor a fasizmustól föl kellett szabadítani Európát, akkor álljon meg a menet, nem Amerika tette ezt, hanem az oroszok vonultak el Berlinig. És hasonlóképpen az elmúlt évtizedekben, amikor Nyugat-Európa rájött arra, hogy hiába van technikája, ha nincs energiája, tehát akkor az energiával Oroszország be tudott segíteni, és létrejött egy nagyon jó dolog. Hát az amerikaiak pont ezt robbantották fel. Ők nem akarnak egy együttműködő, integrálódó Európát és Oroszországot ahhoz, ami még esetleg a Kína is hozzájönne. Ezért fölrobbantják, ezért háború kell, ezért Ukrajna kell. Nekünk meg pontosan ennek az ellenkezőjét kellene akarni, és föllökni az amerikai nyomásra szemben. Mert ugye amennyire én megértem a nyugati érvelést, az az, hogy Putyin mást mondott, és mást csinált már a háborút megelőző években is, és hogy bár látszólag most nagyon szelídnek mutatja magát, de a nyugat joggal úgy érezte, hogy Oroszország tényleges fenyegetést jelent, Európára nézve, a világrendre nézve, a biztonságra nézve. Hát ezt lehet mondani, de a tényekkel meg ellent mondanak. Ugye először is a nyugat hozott fegyvereket a Baltikumba és a kelet-európai határokhoz, és nem fordítva. Ugye az oroszok egyetlen egy rakétát nem vittek Kubába.
vagy nem vittek Alaszkába. Nem, de erre mondják például azt, hogy folyamatosan fegyverkeztek az oroszok is, és a különböző bemutatókon ők is felvonultatták a ballisztikus rakétáikat és a különböző olyan eszközeiket, ami már önmagában fenyegetést jelenthetett a nyugatnak. De hát erre is van megoldás, ugye a enyhülés időszakában Oroszország, a Szovjetunió és Amerika meg tudott egyezni. Az amerikaiak pont ezeket rúgják föl, mert olyan új fegyvereket fejlesztenek, és közelebb hozzák főleg a fegyvereket Oroszországhoz, mert fenyegetést jelentenek. De hát volt orosz javaslat még a háborút megelőző esztendőben, hogy egymás biztonsági érdekeit tiszteletben tartva egyezzünk meg. Amerika nem akarta. Akkor eljutottak ugye az ismert Minszki megállapodásokig, hogy hát ha a kelet-ukrajnai területek nem akarnak Kijev uralma alatt élni, akkor egyezzünk meg, hogy kapnak valamilyen autonómiát. Az oroszok ezt ajánlották. Nem mentek bele se az amerikaiak, se a Zelenszkij-féle vezetés. Tehát én azt gondolom, hogy Oroszország nem akar háborút. Hát ez egy csacsiság azt feltételezni, hogy az oroszok mindenáron háborút akarnak. Hát ott is egy új nemzedék fölnő, aki érvényesülni akar, gazdagodni akar, és nem feltétlenül háborozni. De az orosz nép az eltérően más népektől nem adja meg magát. Amikor a németek bevonultak 41-ben orosz területre, akkor csodálkoztak. Ugyan megszokták, hogy amikor Franciaországot foglalták el, akkor francia katona haza rohant, mert a kis kávéházát meg éttermét működtetni kellett, mert jönnek a német vendégek. A rossz katona meg csodák-csodára visszalőtt. Hát most is visszalőnek. Egyébként, hogy látja az orosz társadalomnak az állóképességét most így 2 évvel a háború után? Kérdezem ezt azért is, mert ugye jövő héten választások lesznek, március 15-e és 17-e között választások lesznek Oroszországban, hogy a társadalom az gyakorlatilag abszolút nem érezte meg ezt a háborút? Hát ugye mindig ugye ilyen kérdésföltevés mögött az a feltételezés áll, hogy a nyugati szankciók azok térre kényszerítik Oroszországot. Hát vagy hogy a besorozott katonák azok fájdalmat okoznak a társadalomnak. De mondok egy példát, tehát ezt lehet látni, épp az egyik kollégám hívta fel a figyelmet, hogy hát nézd meg azt, ugye a Moszkva főpolgármestere új metroállomásokat nyit meg, és új metróvonalakat építenek. Mi nem vagyunk háborúban, mégse építünk új metróvonalakat meg, nem nyitunk meg metroállomást. Az oroszok igen. Újévi ünnepekkor Moszkva ki volt világítva, Európa meg sötétségbe volt. A orosz boltokban mindent meg lehet kapni. Hát nem, a világ azt gondolta, hogy majd ha ők nem adnak egy nyugati terméket, akkor nem tudják beszerezni, de be tudják szerezni. De hát én azt gondolom, az orosz társadalom zöme ma eljutott oda, hogy nem akarja ezt az országot feladni. Ott is volt egy réteg, amely azt mondta, hogy az én pénzem nyugaton van, hát akkor inkább feküdjünk le a nyugatnak, mint Jelcin idején, jobban járunk. De kiderült, hogy ez nem így van. Azt hiszem, hogy megmondta, hogy már az is hiba, hogy az emberek a nyugaton tárolják a pénzüket. Hát akinek van annyi pénze, meg akinek van módja nyugaton tárolni, de hát ez is csak a társadalomnak egy kicsi része. De az orosz társadalom zöme ma, azt gondolom, és ez a Putyin támogatottsága ezt fejezi ki, pontosan amellett van, hogy az országot meg kell védeni, támogatni kell, és támogatjuk. Az interneten volt is egy vicc ezzel kapcsolatban, hogy a nyugdíjas bekopog a 6 kiegészítő parancsnokságra, és mondja, hogy legyenek kedvesek behívni engem, és kiküldeni az ukrán frontra. Mire mondja a parancsnok, hogy hát nagypapá, ne vicceljen már, hát a nyugdíjasokat még nem hívjuk be. Tehát miért nem hívják be? Hát tudja, azért nem hívjuk be, mert a nyugdíjasok elfoglalnák Berlint. Erre meg még nincs parancs. Egyébként ön szerint ez egy jogos vicc, vagy egy reális vicc? Tehát amúgy az orosz hadseregnek lenne képessége például akár elfoglalni Berlint úgy, hogy látjuk, hogy most jelenleg még ukrán falvakkal kapcsolatban is komoly nehéz, tehát hogy komoly erőre van szükség, és hónapokig tartó harcokra? Hát Putyin világosan megmondta most már több fórumon is az amerikaiaknak adott interjúban, a legutóbbi elnöki üzenetben, ők nem akarnak Európából semmit. Nekik van terület. Moldovát sem?
Moldovát sem akarják, hát Moldova ugye egy történelmi meg vitatott terület, tehát nem lehet úgy csinálni, mint hogyha azt gondolnánk, hogy Moldova Moszkva, ez Beszarábia. Beszarábia mindig az orosz birodalom része volt, első világháborúban elvették, aztán a második világháború után visszaadták, most ugye egyfajta megosztottság van. De hát ez egy tárgyalási téma lehet, mert szerencsétlen moldávok nem érzik jól magukat se a románok uralma alatt, se pedig valami másik uralom alatt. De hát erről tárgyalni kell, és nem háborozni. Tehát Berlinnek nem kell félnie attól, hogy Oroszország lerohanja, meg Varsónak sem. De attól tartania kell, hogyha most olyan fegyvereket, rakétákat adnak az ukránoknak, amelyekkel netán Szentpétervárt vagy Moszkvát lőhetnék, akkor egészen biztos, hogy az ő területük is célponttá válhat. Nem véletlenül, hogy Belarus területére ugye orosz nukleáris fegyvereket is telepítenek, ami egy-két perc alatt elérik Varsót. Ugye a belarusz elnökkel, Lukasenkával talán mondhatjuk, hogy jó viszonyt ápol, vagy hogy ismerik egymást. Hát többször fogadott elnök. Többször, igen, hogy a belarusz stratégia az mi ebben a kérdésben, illetve ha például oda az oroszok stratégiai nukleáris fegyvereket telepítenek, akkor annak sorsáról Fehér Oroszország dönt, vagy Oroszország, és miért fontos az, hogy ezen a területen már megjelentek ezek a fegyverek? Hát én azt gondolom, hogy béke szeretőbb nép talán kevesebb van, mint, vagy kevés olyan nép van, ami jobban szeretne a békét, mint a belorusszok. Hát gondolja, hogy 9 millió belorusszból 3 milliót megöltek a németek a háború alatt. Tehát itt minden belorussz család átérezte, és mind a mai napig átérzi a háború következménye. Tehát ő békét akar, ő függetlenül akar létezni. Neki jó az, ahogy ma a dolgok folytatódnak. Amikor Lukasenkónál én jártam legutóbb 2020 végén, akkor azt mondta, hogy mondj el otthon nyugodtan, hogy ha a nyugat ezt a politikát folytatja, hogy üldöz bennünket, hogy szankciókat csinál, hogy nyomást gyakorolnánk, hogy beavatkozik, akkor belekergetnek bennünket az oroszok és a kínaiaknak az ölelésé. Akar a fene oda menni. De Lukasenka például nincs már benne az oroszok ölelésében, vagy nem saját maga? Ugye az itteni narratíva az, hogy elcsalta a választásokat, túlnyerte magát, ami miatt szavargások voltak, és akkor így is ezer szállal függött Putyintól, de Putyin küldött oda békefenntartó, megvédték Lukasenkát, emiatt ő élete végéig ki van szolgáltatva az orosz elnöknek. Hát ez természetesen úgy, hogy van, nem igaz. Ugye a választáson ő kapott 80%-ot, a Csikvinszkel megkapott 10%-ot. 80%-ot nem lehet csalni, ezt tudjuk magyar viszonyok között is. 10-el meg nem lehet választást nyerni. Ennek ellenére, hogy a nyugat támogatásával az ellenzék elindult, kimentek az utcára, fegyveres összetűzésre kerül sor. De megoldották ezt a társadalmi problémát. De nem úgy, hogy az oroszokat behívták, az orosz segítséget ő valóban kért, és valóban érkeztek is, de soha nem avatkoztak be. A Lukasenko elnök más tett. Elment a traktorgyárba, elment az autóbuszgyárba, elment a nagygyárba, és leült a munkásokkal beszélni. És elmondtani a gyerekek, lehet, hogy bevezetjük a kapitalizmus holnap, de akkor nem lesz munkátok, mert a tőke érdeke más, azonnal ki fog benneteket rúgni. Én garantálom a munkát, a fizetést, gondoljátok végig. És egyébként milyen az életszínvonal most? Milyen most az életszínvonal Belarusban? Hát mert gyakran járok, én tanítok a belarusz egyetemben, én azt látom, hogy jó. Tehát rengeteg gépkocsi van, az üzletek tele vannak. Tehát ha megjelenne a tőke vagy a kapitalizmus, mondjuk multicégek vennék át a gyárakat, akkor többet keresnének az emberek? Eleinte biztos, hogy nem keresnének, hogy aztán mi lenne a sorsa, az más kérdés, és egyáltalán megmaradne az a gyár. Megmaradne. Tehát mondjuk a 34 évvel ezelőtt senki nem mondta az Ikarusz gyár dolgozóinak, hogy gyerekek, ha kapitalizmus lesz, akkor bezárják az Ikaruszt. Tehát a valóság ez lett, meg számos magyar gyár. Lukasenkék fönntartják a buszgyártást is, és minden egyebet, amit tudnak. Mi jó Belarusban? Az, hogy a közösség érdekeit jobban érvényesíték. Tehát amikor az oktatás ingyenes, amikor sportolhat a gyerek ingyenesen, amikor elmehet nyári táborba, van úttörő mozgalom, és ezért nem kell fizetni. Ezek azért nagyon nagy dolgok, és ezt a belarusz emberek értik.
Hát értik azt is, hogy hát lehet, hogy fényesebb Varsó, meg még fényesebb Berlin, de hát ilyen problémák ott nincsenek. Hogy elmegy Berlinbe, akkor azt látja, hogy szemét piszokkoz, Minszbe elmegy, akkor vasútállomásra nyugodtan leülhet a földre, mert tisztaság van. És rend van. Tehát ott nem kell este félni kimenni az utcára, mert nem fenyegetnek. És ez annak a következménye, hogy a társadalom elfogadta azt a politikát, amit ott folytatnak. Ez nem szocializmus, tehát itt nincsenek még társadalmi tulajdonban terbank, magántőkés és sok minden más, de egy olyan társadalom, ami a népért akar valamit tenni. Megőrizte azt, ami jó a szocializmusban, és nem akarja átvenni azt, ami rossz a kapitalizmusban. És főleg nem akarja eladni a függetlenségét. Az oroszokkal vitatkoztak egy ideig, hogy volt olyan nagykövet, akit hazaküldtek Minszből, orosz nagykövet, mert úgy érezte, hogy valóban a gyarmatra érkezett. Mert a ruszok mondták, hogy nem, mi egy önálló független állam vagyunk, és most megtalálják a közös érdekeket. Az oroszoknak is fontos, meg ami a belaruszoknak is. Egyébként külpolitikát tekintve lát különbséget a belarusz érdekek és az orosz érdekek között? Hát természetesen ugye Oroszország egy nagy hatalom, Belarus pedig egy 10 milliós kicsi ország, és joggal tarthatnak attól, hogy esetleg a nagy hatalom föláldozza a kicsi ország érdekeit, de nem ezt teszi. Nem ezt teszi. Lukasenko nagy tekintélye van Oroszországon belül is. Tehát azt a politikát, ami hogy csinál, sokan azt mondják, hogy Oroszországban is ezt kellene tenni, mert sokkal jobban egyesíti a társadalmat, sokkal jobban őrzi az ország függetlenségét. De arra a kérdésre válsz, hogy kinek a kezében van a nukleáris fegyver, az természetesen annak a kezében van, akié. Tehát azok a belorusz területen lévő atomfegyver az orosz parancsnokság alatt van, de a esetleges felhasználása az a beloruszokkal együtt történik. Belarusnak meg azért kellett ebbe belemenni, mert elmegy pár kilométer a lengyel határon túl, már ott vannak az amerikai nukleáris fegyvere, több tízezer amerikai katona. És ugye látja, ma már vannak erre nyilatkozatok, hogy az elmúlt két évnek az a tanulsága, hogy a nyugat nem tudta Belarus belerántani a háborúba. Hát akkor rántsuk bele. Legyen valami provokáció a határon, és ha van egy kis provokáció a határon, akkor mi fog történni? A lengyel hadsereg szépen beavatkozik, hogy megmentse az ott élő lengyeleket. És ha már beavatkozik a lengyel hadsereg, akkor higgy el, hogy előbb-utóbb mi is megyünk. A mi alatt magyarokat, minket magyarokat? Hát, sajnos igen. Ugye azért nehéz, amit mond, mert hogyha ezt akár csak két éve mondta volna, azt mondtuk volna, jó, hát ez valamilyen kommunista összeesküvés elmélet nagyjából. De hogy egyébként meg, ha csak az elmúlt napok nyilatkozatait megnézzük, meg azt, amilyen intenzitással fegyverkeznek, meg a sorkatonosságot, ugye Horvátországban visszaállították, Szerbiában tervezik, de más országokban is tervben van. Látjuk ugye azt a feszültséget, ami amúgy jelenleg is van az ukrán-lengyel határon, ugye gazdák miatt, gazdák között, fuvarozók között, kamionosok között. Szóval, hogy egy csomó olyan gócpont van, amiből, hogyha egy rossz irányba megy el, akkor ott tényleg akár eszkaláció lehet pillanatokon belül. Ő szerint meg tudjuk úszni az eszkalációt? Hát de szerintem nem az a jó orvos, aki a 40 meg 41 fokos lázzal szenvedő emberre valamit mond, hanem az, aki még a 36,2-nél látja az előle. Most hány fokos láznál tartunk? Ami, hogy? Most hány fokos láznál tartunk? Hát most már mindenképpen lázban. Tehát biztos, de ez már nem hőemelkedés. Mindenképpen legalább 38 fok van, tehát súlyos a helyzet. Lehetett látni, és a Munkáspárt 3-4 éve folyamatosan emlékezteti a világot arra, hogy háborúra készül a világ. Mert amikor létrehoznak Kelet-Európában NATO katonai keretparancsnokság, még nem csapatok, csak parancsnokság, amikor nagy raktárbázisokat építenek ki, amikor vasutakat telepítenek, amikor a katonai egészségügyet fejlesztik, ez mind-mind annak a jele, hogy itt valami készül. Most még meg lehetne állítani, mert ugye egyik fél sem tudja, hogy pontosan mit jelent az atomfegyvernek a bevetése. A nyugatiak se tudja. A nyugatiak abban különböznek az oroszoktól, hogy most úgy dobálóznak ezzel, hogy ugye a NATO doktrinában 2022 óta benne van, hogy
együttesen kell alkalmazni a hagyományos fegyvereket és az atomfegyvereket, és erre utalgatnak, hogy na hát akkor alkalmazzuk együttesen. Az oroszoknak talán több félelmük van, azt mondják, hogy ez tönkreteszi a világot, ez beláthatatlan következményekkel jár. Tehát azért kellene leülni, tárgyalni, és nem megvárni azt a pillanatot, amikor már 42 fokos a láz, és majdnem bekövetkezik a halál. De nincs az az érzése, hogy le is ülnek tárgyalni, akár hivatalosan, akár titokban, de ahogy valaki leül tárgyalni, egy másik ország vezetője, vagy akár ugyanannak az országnak a vezetője, de még tesz egy lapáttal a háborús indulatra. Hát ez egészen biztos. Én el tudom képzelni, hogy folynak tárgyalások, amelyekről nem tudunk, ez egy normális dolog, de hát előbb-utóbb ezeknek nyilvánossá kell válni. És a tárgyalás önmagában is, aztán később a megállapodás abból kell, hogy kiinduljon, hogy nem tudunk nyerni. Ma még ez nem fejeződik ki a nyugat álláspontjába. Tehát nem azt mondják, hogy nem tudunk nyerni, hanem ahogy fogalmaznak, csak egy opció van, hogy Ukrajna nyerjen. Hát ez pedig nem jó. Ukrajna nyeresége az az amerikaiak nyereségét jelenteni, az egy amerikaiak által uralt világot jelentene, ebből az ég a világon semmi jó nem következne. De lehet, hogy be fogják látni. Tehát én ugyan nem fűzök akkora reményeket Trump elnökségéhez, mint miniszterelnök úr, de el tudom képzelni, hogy hoz változást, tehát egy realistább politika lehet, ami azt mondja, hogy a gyerekek, hát ez még költhetünk itt évekig sok pénzt, és fejlesztetjük a hadipart, de a vége, mint a vietnáminak is, meg a koreainak is, meg az összes többi háborúnak az, hogy véget kell vetni, és meg kell egyezni. Egyébként, ha önnek Amerikában választania kéne, akkor Trumpra vagy Bidenre szavazna? Hát a kommunista pártnak nincs jelöltje. Bernie Sanders lehetett volna, ugye? Amerikai rendszerben. Én nem hiszek abba, hogy az amerikai elnökök bennünket olyan különösebben érdekelnének. Persze látjuk, hogy mit jelent egy demokratikus elnök, mint aki most van. A Trump én szerintem is jobb megoldásnak tűnne. De az sem a tökéletes megoldás, akkor akkor az sem a tökéletes megoldás önszerint. Hát ne, amerikai elnök, hát nem a magyar elnököt lehet őt támogatni. Annak persze az ember szíve örül, hogy világtörténelemben először fordul elő, hogy az amerikai elnök megválasztás előtt a magyar miniszterelnöktől kér tanácsot, és leülnek és beszélgetnek. Ez azt jelzi, hogy Magyarországnak egy fontos helye van a mai világban. És ez jó. A beszélgetésünk végéhez közeledve egy kicsit visszamennék a múltba, méghozzá Kádár Jánosnak az idejére, mert mostanában nagyon sokszor hallom azt, hogy azok a geopolitikai folyamatok, amelyek minket körülvesznek, azok valójában már ott elindultak, és hogy ott nagyon sokszor a stratégiai tervezések, vagy akár azoknak az örökségei, azok nehézségek, kihívások mellé állítanak minket. Az első kérdés, ugye ön személyesen ismerte Kádár János, talán egy kicsit beszélhetnénk arról is, hogy milyen volt az viszonyuk, illetve milyen volt pontosan a kapcsolatuk. Talán akkor kezdjük ezzel, és akkor onnan mennénk tovább. Nézze, Magyarország itt van. Itt volt, itt marad, lehetünk kisebbek, lehetünk nagyobbak, de mi itt vagyunk. És ebből fakad az a következtetés, hogy aki jogos politikát akar folytatni, az valamelyik féllel szorosabb kapcsolatban van, de föntartja a másikkal is a kapcsolatot. Ugye Bethlen Gábor Erdély fejedelmeként a török szultánnal volt nagyon szoros kapcsolatban, de ettől még azért az osztrák császárral is föntartott egyfajta viszony. Kádár János nem a NATO-val tartott fel jó kapcsolatot, hanem a Varsói Szerződéssel, a szocialista világa, de mindig tudta, hogy nekünk kell a másik irányba is cselekedni, és azért az enyhülési politika egyik tényezője pont Kádár volt, és Kádár mindig amellett volt, hogy a nyugat felé nekünk kell nyitott vegyértékekkel rendelkezni, és hidakat kell építeni. Ma azt gondolom, hogy az a helyes politika, hogy lehetünk ebbe az irányban, ugye Amerika, Európai Unió, NATO keretében, de kellenek hidak keletfele is. Én azt gondolom, és ezért mindig támogattam a munkáspárt a keleti nyitás politikát, hogy ez egy bölcs dolog. A baj ott van, ugye, hogy ebbe bele lehet süppedni, és nagyon nehéz nemet mondani. Kádárnak volt ereje 1979-ben, amikor Brezsnyev próbált győzködni bennünket, hogy segítsük őt Afganisztánba.
Azt mondta, nem, köszönjük szépen, de hát most mit csináljon egy magyar katona Afganisztán? És nem mentünk. 68-ban nem tudtuk. Akkor lehetett nemet mondani? Lehetett nemet mondani? Hát 79-ben ő mondta. És hát lát, nem szálltak meg bennünket a szovjetek. Most, mert meg, ugye, már megszálltok minket korábban, és ezért nem kell. Nem, hát azért a itt állomásozó csapatok az egy dolog, a megszállás meg más, hogy németországi tele van német vagy amerikai katonákkal, mégsem mondja senki, hogy Németország amerikai megszállás alatt van. Tehát ezt a lépést meg tudta tenni, 68-ban nem, de 79-re meg tudta tenni. A magyar vezetés a rendszerváltás óta egyszer se tudott nemet mondani az amerikai nyomásra, és én félek, hogy bele sodornak bennünket ebbe a háborúba. Ugye a szövetségeseink ebben azt mondja, nem jók, hát a lengyelek is addig arra várnak, hogy végre valami kis falatot lecsípjenek Belarusz területből, a románok is föl vannak hergelve, ellenünk működnek a szövetségek. De ön szerint ez tényleg így van? Mert ugye most pont, mikor beszélgetünk, akkor Medvegyev jött ki egy ilyen térképpel, hogy melyik ukrán területet kinek kellene adni, de Ukrajnán túl is vannak azért bőven területi kérdések, de mintha ezt az elmúlt 30 évben úgy szőnyeg alá lehetett volna söpörni. Tehát erről úgy udvariasan senki nem beszélt. Ön szerint előjöhetnek tényleg ezek a kérdések újra? Hát nézd, vannak történelmileg elfedett, szőnyeg alá söpört kérdések. Ugye Trianon is ilyen. És nem csak Trianon ilyen, hanem ugye Nyugat-Ukrajna számos kérdés, amely történelmileg a monarchia, osztrák-magyar monarchiához tartozott, vagy az előbb említett Besszarábia. Attól, hogy 70 évvel ezelőtt kötöttek egy megállapodást, azt nem biztos, hogy egy új világban ez megtartható. Miért nem? Azért, mert akkor úgy születtek meg, főleg ugye Trianon, hogy ránk erőltettek Európa népeire, a nyugat rá erőltetett egy megoldást. Hogy ez a megoldás rossz volt, ezt tudjuk, hogy káros volt, ezt tudjuk, hogy szenvedünk, tudjuk. Csak éppen nem változtatunk. Én azért mondom, hogy bízzunk abban, hogy létrehozhat egy új nemzetközi rend, egy új világrend. És az új világrendet szolgáló tárgyalások során ezeket a kérdéseket is föl lehet vetni. Persze nem még ma. Na most kire számíthatunk ebbe? Csak az oroszokra. Hát a franciák, a angolok, akik ránk erőltették Trianont, azok soha nem fogják ezt megváltoztatni. Oroszország, akinek ugyanúgy vannak kisebbségei a térségben, ugyanúgy érdekelt a nemzeti kérdés megoldásába, ugyanúgy ide kötődik a történelme, ezekben a dolgokban partnerünk lehet. Ez ilyen non-profit partnerség lenne, vagy Oroszország kérne cserébe dolgokat, mert ugye mindig azt mondják, hogy egy birodalomnak a csúnya szóval élve csatlós, a szép szóval élve szövetségese lenni azért veszélyes, mert a birodalom súly az előbb-utóbb így is úgy is agyonnyom minket. Hát nézd, itt is vannak történelmi példák, ugye amikor a németek megtámadták 41-ben a Szovjetuniót, akkor a szovjet vezetés azt üzente a magyar követen keresztül, hogy ha Magyarország nem csatlakozik a háborúhoz, és nem támadja meg a Szovjetuniót, akkor a háború végén a szovjet vezetés pozitív értelemben fogja elbírálni a magyar fél területi igényeit, Transzilvánia, Erdély és egyéb kérdésekben. Tehát Horthyék nem így döntöttek, ezért ha nem tévedek, Erdély továbbra is román és nem magyar. Viszont ugye akkor még nem lehetett látni a történet végét. Tehát nem azért veszélyesek ezek a történelmi analógiák, mert egy folyamat elején vagyunk, tehát most még mi sem látjuk, bár nyilván lehet sejteni, hogy ebben a háborúban talán Oroszország jobban áll, mint Ukrajna, bár ha úgy nézzük, hogy Oroszország vagy a NATO áll jobban, az is egy nagy kérdés. Szóval amikor egy folyamat közepén vagyunk, akkor nagyon nehéz bárki mellé odaállni, mert nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Hát minden háború után okosabb lesz az ember, bár fene tudja, mert ma nem úgy néz ki. De hát Horthy is tudhatta, hogy az első világháborút nem a monarchia és nem Németország nyerte meg Oroszországgal szemben, hanem fordítva. A második világháború után pedig mindenképpen tudhatjuk, hogy se Napóleon, se Hitler, se más nem tudta Oroszországot legyőzni, akkor miért tudná most legyőzni Biden, vagy bárki, Ursula von der Leyen, ugye a Szovjetuniót. Tehát egy olyan világra kell fölkészülni, ahol Oroszországot nem lehet kizárni. Az új nemzetközi világrendnek Oroszország részese. Tehát
én elfogadom még a két nap elméletét is, persze rendben van, hát itt fog sütni a kínai nap, mellette az orosz nap, és ettől még süthet az amerikai nap, de erről meg kell állapodni. A háború az a legrosszabb változat, mert abban ön is, én is, emberek milliói pusztulhatnak bele, anélkül, hogy ezért mi felelősek lennénk. Azt mondta, hogy csak Oroszországra számíthatunk, akkor ezzel azt mondja, hogy egyébként Törökországra sem, Kínára sem, és más akár keleti hatalomra sem? Én most a nyugathoz hasonlítottam, tehát te semmiképpen nem számíthatunk franciákra, angolokra, németekre. Ebből az európai közösségből természetesen Oroszországra lehet. Az egy nagyon bolyos dolog, hogy végre felfedeztük az ázsiai gyökereinket, és a törököket testvérnépnek tekintjük, és együttműködünk, és azt gondolom, hogy két egy önálló fejlődési úton induló önmagára tört, nem, mert a büszke ország valóban bele tud szólni. És az, hogy most legalább az energetikai kérdésben sikerül dűlőre jutni és hatékonyan együttműködni, ez egy fontos dolog. Kína pedig mindenképpen a jövő. Én azt gondolom, hogy Kína ma nagyon bölcsen tesz, hogy nem avatkozik be egyik oldalon se. De ő tudja, hogy itt létre fog jönni egy új világrend, és azokat a folyamatokat segíti, amelyek egy új világrendhez elvezethetnek. Hogyan segíti egyébként? Hát nézze, úgyhogy nem fogja engedni Oroszország szétverését, ez teljesen nyilvánvaló. Nem fogja engedni, hogy az amerikaiak beavatkozzanak a kínai ügyekbe. Hiába erről köttek ott ugye Hongkongnál, Hongkongot nem tudták leválasztani és visszavinni, hiába próbálják most a tajvani ügy kapcsán ugye a feszültséget növenni, ez nem fog menni, Kína erre rász, Kína területének tekintet meg fog valósulni. De nem avatkozik be közvetlenül, tehát nem száll bele az európai ügyekbe, nem szállíts fegyvert se ide, se oda. Ugyanakkor javaslatai vannak, hogy üljünk le, tárgyaljunk, erősítsük a BRICS államokat, erősítsük a sanghaji együttműködést, tehát alternatívákat mutat fel. A műsorunk végéhez közeledve még egy témát behoznék, ez pedig a Közel-Keletnek a kérdése. Ugyanis azok a baloldali emberek, akik nálunk ülnek, nagyon gyakran általában a háborúkat is a kapitalizmus, antikapitalizmus harcaként, konfliktusaként mutatják be. És múltkor Krausz Tamással vitatkoztunk egy kevésbé jót, mert nekem nem volt hangom, így nehéz volt vele kiabálni, annak kapcsán, hogy vajon a közel-keleti háború, tehát ez, ami például Izrael és a Hamas között zajlik, az mennyire szintén a tőke nem tőke, vagy mennyire a vallásoknak, civilizációknak, kultúráknak, demográfiáknak a háborúja, szóval ön hogy látja az izraeli Hamas konfliktust? Hát nézzen, nyilván is. Ugye más világ volt a 20. század évtizedeiben, amikor nyilvánvaló volt, hogy vannak a felszabadulásokért küzdő arab országok, és nyilván akikkel önök beszélt, az abban az időszakban nőtt fel, és megszokta, hogy ugye Magyarország társadalma is, meg a szocialista világ az arab népek oldalán állt. Ez a helyzet azóta bonyolultabbá vált. Én azt gondolom, hogy a tőke szerepe ott van, hogy engedték ezt a háborút kirobbantani. Ugye az arabok is valahonnan vásároltak fegyvert, valakik engedik, hogy Izrael fellépjen, tegyük fel a saját védelmébe. Tehát nem a háború megakadályozása a cél, hanem az, hogy ezt a háborút Izrael megnyerje. Az arab-izraeli háború kellett most arra, hogy elvonja a figyelmet a másik nagy háborúról, vagy talán nagyobb háborúról, ami a NATO, az USA és Oroszország között Ukrajnában folyik. Hát én azt gondolom, hogy minden, és mi mind fellépünk minden háborús cselekedet ellen, ezt tovább le kell ülni, és tárgyalni kell. Az emberek halála az súlyosabb minden egyébnél, és ezt kellene szem előtt tartani. Türmen Gyula, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm én. A kedves hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Mindenkit arra kérünk, hogy ha még nem tették, iratkozzanak fel az Ultrahang, illetve az Ultrahang Plus csatornáira. Az Ultrahangon külpolitika, az Ultrahang Pluszon természetesen most már egyre több belpolitikai műsorunk is lesz, úgyhogy érdemes minket hallgatni a következő időszakban is. Mindenkinek szép napot kívánok, viszontlátásra, viszonthallásra.